Négy hónapos ostrom után az ukrán hadsereg kivonul és feladja a donyecki Avgyijivkát. A visszavonulást az ukrán hadsereg alig másfél hete kinevezett főparancsnoka jelentette be. Katonai elemzők szerint a stratégiai fontosságú város elestével az oroszok végképp körbezárják Donyecket, és szabadon építhetik az utánpótlási útvonalaikat. Közben Volodymyr Zelenszky elnök Berlinben és Párizsban kapott ígéreteket a pénzügyi és katonai támogatás fenntartásáról. Ukrajna visszavonul Avgyijivkából, miközben Oroszország elfoglalja a stratégiailag fontos várost, számolt be a The Washington Post. Az ukrajnai város feladásának hírét az ukrán hadsereg nemrég kinevezett főparancsnoka közölte. Katonáink méltósággal teljesítették kötelességüket, mindent megtettek, hogy megsemmisítsék a legjobb orosz egységeket, de a bekerítésük elkerülése miatt ki kell vonnunk őket, mondta Oleksandr Szirszky szombat hajnalban. Volodymyr Zelenszky korábban azt ígérte, minden támogatást megad a védelemhez. Az ukrán hadsereg főparancsnoka nemrég erősítést küldött a város védelmére, de úgy tűnik, ez nem volt elég. Az ostrom befejezése napok óta várható volt, ugyanis az oroszok minden korábbinál hevesebb támadásokat indítottak, az ukrán csapatok pedig nemrég feladták a déli város részeket. Mindent földig romboltak a bombáikkal, a helyiek a pincékbe rejtőztek el, az oroszok senkinek nem kegyelmeznek, mondta egy ukrán blogger. Az ukrán visszavonulással véget ér a Donyecki város négy hónapja tartó pusztító ostroma, amiben több tízezer katona halt meg mindkét oldalon. Avgyijivkában korábban 32 ezer civil élt, mára alig ezren, többségében idősek maradtak. Katonai elemzők szerint a város bevételével az oroszok mostantól zavartalanul építhetik az utánpótlási útvonalaikat. Avgyijivka feladása egy nappal azután történt, hogy Volodymyr Zelenszky Nyugat-Európába utazott. Az ukrán elnök célja ezúttal is az volt, hogy Ukrajna szövetségesei az eddiginél is nagyobb mértékben támogassák pénzzel és fegyverrel Kijevet. Volodymyr Zelenszky Párizsban Emmanuel Macrontól minden eddiginél nagyobb, legalább 3 milliárd eurós, jóval több mint 1100 milliárd forintos katonai támogatásra kapott ígéretet. La France s'engage aussi à poursuivre. Megígérhetem, hogy Franciaország minden szempontból folytatja Ukrajna támogatását, legyen szó a katonai felszerelésekről, a védelmi iparra vonatkozó együttműködésekről, vagy a kiképzésről, hírszerzésről. Ezzel Ukrajna önvédelmébe és Európa biztonságába fektetünk be, fogalmazott a francia elnök. Nem sokkal korábban a német kancellárral egy határidő nélküli támogatásról írt alá szerződést Volodymyr Zelenszky. Olaf Scholz szerint ez egy korszerű és robosztus ukrán hadsereg felépítését segíti a fegyverszállítások fokozása mellett. Aláírtunk egy hosszú távú, kétoldalú biztonsági megállapodást. A dokumentum kimondja, Németország támogatni fogja Ukrajna védelmét az oroszok támadó háborúja ellen, ameddig csak szükség lesz erre, húzta alá Olaf Scholz. Volodymyr Zelenszky a segítség fontosságát hangsúlyozta arra utalva, hogy a máshonnan érkező támogatások csökkennek. Hálás vagyok az új védelmi csomagért, ami több mint 1 milliárd euró. Nagy szükségünk van tüzérségre, kritikus a fegyverellátásunk és a légvédelmi rendszerek is nagyon fontosak. Sajnos a partnereinktől érkező támogatások érezhetően csökkennek, mondta az ukrán elnök. Már a politikó is bevallja, hogy az EU a legnagyobb finanszírozója a háborúnak, írta a Mandiner, miután a brüsszeli portál arról számolt be, az európaiak megelőzték az Egyesült Államokat az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásban.